okviru obeležavanja 100 godina od rođenja kompozitora i etnomuzikologa Ernea Kiralja bio je organizovan i koncert u novosadskoj kulturnoj stanici Svilara pod nazivom 2K plus Erne Kiralj. Prva Kiraljeva supruga Katalin Ladik i njegov dugogodišnji saradnik Zsolt Sőrés za ovu priliku su sarađivali sa beogradskim ansamblom Studio 6 kao i sa njihovim stalnim saradnikom Richardom Barrettom. Sastavljen je celovečernji program u kojem je publika mogla da se upozna sa Kiraljevim originalnim grafičkim partiturama kao i sa kompozicijama za harfu, tablafon i citrafon. Cilj projekta je da se oživi stvaralaštvo ovog nesvakidašnjeg umetnika na prostorima bivše Jugoslavije, kao i da se podstakne interesovanje za njegove autentične instrumente. Mi smo se kao ansambl okupili 2012. i nekako od starta muzika Erne Kiralja, uopšte njegova muzička ličnost i muzički svet koji je on uspeo da nekako pionirski prokrči put do tog hrabro ulazeći u avangardu u tim nekim potpuno drugačijim vremenima i dosta izolovano, mislim, nije se Bog zna koliko ljudi u tadašnjoj Jugoslaviji bavilo sličnim stvarima, nama je to sve bilo jako inspirativno, a takođe i savremeno. Čovek se puno bavio i elektronskim zvucima, to je dosta blisko i nama kao ansamblu i uopšte negde smatram da smo se sve ukupno mi negde našli da ono što mi već jesmo, da to korespondira sa njegovim idejama, onda smo i čuli od Zsolta da je on jako voleo eksperiment, da je stalno voleo da muziku oslobodi što više i od klasičnih instrumenata i od klasičnog sviranja. Jugoszláviában az a műfaj, amit ön és Ernő műveltek, mondhatjuk, hogy nem volt igazán hétköznapi azokban az időkben. Hogyan és minek köszönhetően jutottak el önök, vagy pontosabban ön addig a kifejezésmódig? Megint igazán öntörvényiek voltunk már a kezdetektől, tehát azt csináltuk, amit szerettünk, és amit úgy gondoltuk, hogy minket kifejezés autentikus. Király Ernő is, meg én is. Tehát mivel ezt nem
a munkakör, nem, ez nem a munkakörünkbe tartozott. A munkakörünk az más volt. Nekem is, hát, hogy mondjam, hát színésznő voltam egyrészt. Ugye ott azt dolgoztam, azt csináltam, amit rám osztottak. A költői tevékenységemben önálló voltam. Ugyanígy Király Ernő, mint zeneszerző is autentikus volt, önálló volt, azt csinált, amit akart, és amit jónak látott. És a kettőnk együttműködése hozta azt, hogy egy ilyen összhangra találtunk egymásban, egymás munkásságában, és abban jól éreztük magunkat. Tehát valójában olyan, mintha önmagunknak csináltuk volna a dolgokat, de a környezetünkben, akikkel kapcsolatban voltunk, az avantgárd művészek, ott visszhangot, jó visszhangot találtunk, visszhangra találtunk, úgyhogy úgy éreztük, hogy van egy ilyen a feedback, tehát egy ilyen kölcsönhatás van, és akkor folytattuk tovább. Tehát engem inspirált az ő népzenei, hát az népzenéhez való hozzáállása, és én ő általa jobban megismertem a népzenét, a hagyományokat, és én úgy éreztem, hogy mindig, hogy a gyökerekhez kell visszamenni, visszatérni ahhoz, hogy én autentikus legyek. Mert nem lehet csak avantgárdnak lenni, hanem az avantgárd valahol kell, hogy támaszkodjon, ráépüljön. És ugyanígy volt Király Ernővel is. Tehát a népzenét, a népi hangszert használta, de nem csak hagyományosan, mert citera iskolát is alapított, tehát ő hagyományos dolgokat is, tehát hagyományosan is használta a citerát, és elterjesztette, és népszerűsítette a vajdaságban a citerát. Citera zenekarokat alapított meg. Igen ám, de ő megszerkesztett, felépített egy ilyen citera, hogy mondjam, építményt, és ez nekünk megfelelt. Tehát ő használta az én verseimet, akár a képverseimet, vagy a hagyományos verseimet. Utána pedig ő is keresett és talált olyan vizuális dolgokat, amelyeket improvizatív is előadtam hangban, ő pedig játszott rá. És azon kívül a hangjátékokban, és mármint az én hangjátékomban is ő adta a zenét. Viszont a más hangjátékokban, a rádiós hangjátékra gondolok, ott viszont szintén használták a zenét, meg én is. Tehát valójában a rádió is használt bennünket ilyen értelemben, tehát nem találtunk süketfülekre. Mondhatjuk, hogy a közönség is jól fogadta az elejétől fogva kettejük munkásságát? Mondhatom, hogy Újvidéken és Belgrádban és Jugoszláviában volt egy olyan réteg közönség, amely nagyon is értékelte és szerette ezt a műfajt, amit mi ketten műveltünk. Az improvizált zenével ő a 70-es években került kapcsolatba, illetve egész pontosan akkor, amikor a vajdaságban a különböző népcsoportoknak a népzenét elkezdte felgyűjteni, valamiképpen hasonló munkát végezve, mint annak idején, például Bartók, ahogy ez Bartók tette annak idején Erdélyben is. És ez volt az egyik utolsó inspirációs forrása ugye afelé, hogy hangszerépítésbe kezdjen, illetve új hangszereknek a kitalálásába. Egész pontosan ugye a citerának a kortárs zenére való alkalmassá tételére készült azzal, hogy a citrafont kitalálta. 1974-ben épült meg az első változata, a nagyobbik változata a citrafonnak, ami 5 citerából áll. Ennek is az eredménye, hogy egy olyan citera orgonát létrehozni, ugye ez volt a szándéka, amely
amely egyrészt egy zenekarnyi zenészt is tud helyettesíteni, tehát több szólamot tud egyszerre rajta megszólaltatni, másrészt pedig nagyon sok olyan hangzást is meg tud vele valósítani, amelyet a hagyományos citerával nem lehet. Viszont maga a citera, mint lehetőség, mint a hangszernek a lehetőség, ezt mindezt tartalmazza. Miközben meg is őrizte ennek a, hogy is mondjam, az eredetiségét és a népzenei, vagy hogy mondjam, folkzenei gyökereit. Smatramo da je njegova muzika pomalo još i zapostavljena, pa samim tim smo smatrali da je naša nekako i odgovornost da držimo tu muziku živom. Ali sve je bilo na početku prekriveno malo velo misterije, pošto se nije znalo ni gde su instrumenti, ni gde su note, ni gde, ni ništa, sve je bilo jako pod znakom pitanja, tako da onda to sve za nas bio još i ovako jedan izazov kao neki detektivski zadatak da otkrijemo gde se sve to nalazi. Umeđu vremenu sam ja stupila u kontakt sa gospođom Katalin Ladik i sa njenim sinom, to jest zajedničkim sinom Kiralja, Erna Kiralja i njenim, Davidom Zsoltom, i onda me on uputio na institucije u Budimpešti i uopšte u Mađarskoj, gde se instrumenti i note i njegovi spisi nalaze. Tako da onda smo mi uspeli da pozemimo ove instrumente iz Bajota, gde su oni, to je jedna od verzija citrafona i tamblofona, ima ih dve. Jedni su u Etnografskom muzeju u Budimpešti, a ovi su, ova verzija i citrafona i tablofona je u Bajotu. Koncept čitavog projekta, mi smo njih pozvali, kolegijum Hungarikum u Beogradu je nas je ugostio, napravili smo neko 3 dana radionice, to jest otvorenih proba, takozvanih, gde smo mogli da diskutujemo o ovim svim kompozicijama koje ste večeras čuli i mogli smo da ih isprobavamo na različite načine. To su otvoreni komadi koji involviraju naš zapravo kreativni, to je sav muzički sadržaj zapravo daju sami muzičari, zato što su u pitanju grafičke partiture, dakle tu nema notnih zapisa kao klasičnih notnih zapisa. Spomenuli ste specifične Kiraljeve zapise, da li je bilo teško njih dešifrovati? Pa, upravo u tome stvari, to su otvoreni komadi, da li je teško dešifrovati, u principu neko može da se ne složi sa tim, neko može da kaže ali Kiralj je to radio ovako ili onako, u pitanju je zapravo jedna strukturirana improvizacija. Az új hangszerek és az új zene új jelzésmódot igényelnek. Dakle, sav materijal, muzički, uključujući i ritam, i tonske visine, i sve šumove, i sve, sav muzički materijal koji vi čujete zapravo dolazi od muzičara, a njegove instrukcije su zapravo crteži ili verbalne instrukcije šta taj crtež znači, ili koji su simboli koje treba upotrebiti, ili nekakva trajanja, a to su sve kao nekakvo strukturisanje i neka formacija jedne
jedne ili više improvizacije. Tako da tumačenja su zaista raznorazna, za zavisnosti od toga ko se time bavi. Én 1999-ben turnéztam Király Ernővel, volt egy triónk, és ennek a triónak a számára az ő Flóra ciklusából komponált néhány darabot. Flóra volt az ő évtizedeken átívelő hosszú ciklusa, amely növényekkel kapcsolatos műveket tartalmazott, vagy grafikus partitúrák formájában, vagy pedig úgy, hogy maguk a növények szolgáltatták a partitúrát a megfelelő instrukciók mellette. Szóval így vagy úgy, de egy nagyon furcsa életpályát befutva ő eljutott az improvizált zenéig, és tulajdonképpen az élete utolsó évtizedeiben megkísérelte egész más alapokra helyezni a zene szerzést és a zene készítést, máshonnan felépíteni újra azt a zenei nyelvet, amelyet ma használunk, illetve amelyhez nekünk is, mindazoknak, akik ma itt vagyunk ezen a színpadon, közünk van. Erre nagyon sok mindent hagyott vajdaságra. Az a hatalmas nyersanyag, illetve az az anyag, amit ő összegyűjtött a vajdaságban, népzenétől kezdve, rengeteg hagyatéka van a vajdasági múzeumban. Feldolgozásra, leírásra, nagyon sok népdalt leírt. Nagyon sok népdalt leírt, tehát rengeteg hagyatéka van a vajdasági múzeumban, az Újvidéki Rádió archívumában is. Tehát rengeteget, hogy egyedül ezt a citrafont halála után ki kellett üríteni a lakást, hát valahol el kellett helyezni, és nem tudtunk sehol máshol megfelelő helyet, mint a Budapesten a Széchenyi Könyvtár, illetve hát most Néprajzi Múzeumban helyeztük el egy olyan helyre, ahol meg lehetett őrizni, hiszen mi már akkor Magyarországon éltünk, már mint én is a fiam. Thank you.
raspolažete trenutno instrumentom, da li imate neke dalje planove možda dok je još tu? Pa ja se nadam da ova godina je, znači, cela obeležava stogodišnjicu od njegovog rođenja. Ja se nadam da će biti dalje prilike da ovaj projekat još negde ponovimo, nadam se i u svetu. I sad to kako će to izgledati sa nošenjem tih instrumenta negde preko granice, nisam sigurna. To sad sve ostaje da se vidi, ali mi smo vrlo optimistični da će biti. Puno nam se ljudi javljalo iz Evrope, iz festivala, tako da moguće da je ova godina stvarno dobra da obnovi interes za njega i njegov taj muzički univerzum i da se opet ljudi sete da krenu da ga izvode, i mislim da u tome svakako smo makar malo doprinjeli. Kötelességének érzi-e valahol feleleveníteni az ő munkásságát? Természetesen, nem csak kötelességnek, hanem jó érzéssel csinálom, és jó érzéssel próbálom fenntartani, mert úgy érzem, hogy ezeket a kincseket illik megőrizni, nem csak nekem személy szerint, hanem hogy felkeltsem az érdeklődés, hogy más is keresse elő, mert itt vannak a kincsek, amiket itt hagyott. Tehát megvannak ezek a kincsek, most itt a hagyatékre gondolok, a gyűjtésére, és a munkára, és a partitúráira. Tehát van, tehát a rádióban, vagy nagyon sok helyen ott vannak a partitúrái, és lassan kezdik őket előszedni, mert vannak. Az Újvidéki Művészeti Akadémián is nagyon sok anyag van, kotta és ilyesmi, hangfelvételek. Tehát vannak, van anyag, csak meg kell keresni, eszébe kell, hogy jusson valakinek, és újra elővegye. Saját magunkban kell végeznünk kutatást. Yeah.
Ha 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 ha